A pünkösdi hosszú hétvégén nyitnak meg hivatalosan a Balatonfüredi strandok. Az Eszterházi és Kisfaludi strandokon is jelentős fejlesztések történtek a téli-tavaszi időszakban, hiszen a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatain közel 100 millió forintot nyert erre a célra a Probió ZRT. Az Eszterházira 50 milliót, a Kisfaludira 48 millió forintot költött, a strandokat üzemeltető cég látványos változásokkal találkozhatnak a fürdőzők. Az Eszterházi strandon több kisebb fejlesztést valósítottunk meg ebből a jelentős összegből. Megújult számos játszótér, kültéri eszköznek a burkolata. Jellemzően gumiburkolatot kapott, mintegy 400 négyzetméter felületén szerintem ennek a kisgyerekes anyukák és az ide látogatók általában örülni fognak. A, az élményfürdőnél egy vízipancsolót tudtunk ebből a pénzből építeni kisgyermekeknek. A tájékoztató eszközt tudtunk elhelyezni, ami jellemzően az időjárási körülményekről, viszőmérsékletről, stb. tájékoztatja a látogatókat már a bejáratnál. Én remélem, hogy a bejáratnál tudunk gyorsítani a beléptetésen, hiszen, hiszen újabb jegyautomatát tudtunk fejleszteni, a régi jegyautomatát fejlesztettük, szintén bankkártyás elfogadási lehetőségre, fizetési lehetőségre, a biztonság növelése érdekében számos kamera került elhelyezésre, aztán a, a, a nyári nagy meleg ellensúlyozására mintegy 250 négyzetméteres felületet tudtunk árnyékoló szerkezettel ellátni. Hát én nagyon örülök annak ezen belül is, hogy, a, hogy az Eszterházi strandon ott a nél a homokos részen is egy olyan 150 négyzetméteres motoros nap ernyő került, napvitorla került kihelyezésre. A Kisfaludi strandon ott egy nagy fejlesztésre koncentráltunk, egy három csúszdás csúszdapark épült meg a régi leromlott állagú medencék helyén, és mondjuk mind a két strandon még egy, egy fitness parkot is sikerült ezekből a pénzekből megépíteni és átadni. A fejlesztések a következő években is folytatódnak, majd a tervek meg is vannak, a finanszírozási oldalt keresi a város. Az Eszterházi strandon feltétlenül szeretnénk egy nagy projektet megvalósítani, ez még a keleti oldalon lévő úgynevezett kabinépületnek az átépítése, erre nagyon nagy szükség lenne, hiszen ott egyrészt új elemeket szeretnénk a strandi szolgáltatások területén megépíteni egy, egy szauna részt, szaunás részt, amire azt gondolom, hogy egy ilyen színvonalú strandon kereslet lenne, és hát nyilván nagyon szükséges lenne az is, hogy a kabinok, öltözők, illetve vizes blokkok állapota javuljon, átépüljön azon az oldalon, ott még, ott még ezzel adósak vagyunk. A fejlesztések mellett a jegyárak is változnak. Bár az előszezonban június 20-áig még a tavalyi árakon lehet strandolni, a főszezonban 8%-kal emelkednek a belépők árai. Így az Eszterházira 1250, a Kisfaludira 800 forint lesz egy napi felnőtt belépő. Az ingyenes parkolása a Kisfaludi strandon megmarad, ahogy a füredi állandó lakosok kedvezménye is. Ők 500 forintért válthatnak teljes idényre szóló fényképes belépőkártyát.